Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindannyiótokat, Orosz Péter testvéremmel. Szeretettel köszöntünk mindenkit. És én pedig Bali Péter József vagyok, sok szeretettel köszöntök mindannyiótokat. Itt vagyunk Szecsei Miklós testvérünknél, barátunknál. Lehetőséget kaptunk újra, hogy megnyilvánuljunk, és elmondjunk nektek dolgokat, és beszélgessünk egy kicsit. Mind hozzátok a kamerán keresztül, és hozzátok, akik itt vagytok élőben. Köszöntünk titeket szeretettel. Köszönjük, hogy itt vagytok. És hogy itt vagytok, köszönjük. Sokan ismertek minket, Pétert is, és a másik Pétert is, tehát engem. És tudjátok, hogy egy fontos küldetéssel érkeztünk mind a ketten. A magyarság felemeléséért, és a magyarságnak a megmaradásáért, ebben a nehéz időkben, az utolsó időkben és a kezdeti időkben, hogy hozzunk üzeneteket nektek, tartsuk azt a szeretetteret, és intézzük úgy, hogy a világi dolgok is jók legyenek, és próbáljuk már az aranykori metódust behozni az életben. Ebben, hogy az aranykori metódust behozzuk az életben, Orosz Péter testvérem a hálapárnát kapta meg, hogy a hálapárnával segítse az emberek ébredését, segítse az emberek gyógyulását, és segítse az emberiségnek a felemelkedését, illetve megmaradását. Azáltal, hogy ugye a hálapárna beköltözik a szobátokba, ezáltal a nap maga, a nap energiája beköltözik a szobátokba, és ezáltal tudtok egy magasabb rezgést elérni. A mai napon kaptam egy fontos üzenetet az égiektől. Tudjátok, hogy régóta hozok nektek üzenetet, beszélgetek az égiekkel, és kapcsolódom, és teszem a feladatomat. Így szól az üzenet. Megépült a bárka, minden magyarokat hazavárja, kinek szíve tiszta, tudja, mi a dolga. Aki magyarnak született, és hozta magában az aranykori életet, térjetek haza, áldott magyarok. Itt az idő, ó magyarok, vége van a kegyelemnek, távozni kell sok léleknek. Az élet bölcsőjében születik benned Krisztus, indul az új aranykori ciklus. Hála Istennek! Ez egy isteni hála volt, amikor így csinálok, ez azt jelenti, hogy a felső világ és én magam, tehát az ego, az elme, a szellem, a lélek egységben van és kapcsolódik, és ezt mindenki elfogadta. Erről szeretnék egy pár szót beszélni veletek. Régóta tudjuk, hogy van egy új korszak, az aranykor, a Satya Yuga, amit Indiában így hívnak. Ez a szeretet korszaka, igaz Péter? A szeretet korszakát jöttünk segíteni, hogy megvalósuljon. Így van, minden lélek egy örök végtelen lélek, rengeteget voltunk a Földön, mi is, ti is, és mindenki. A helyzet az, hogy a galaktikus isteni tanács egy 24-es tanács. A 24-es tanács úgy döntött, hogy visszavesszük a Földet, egy időhurokból. Az időhuroknak az volt a feladata, hogy kegyelmi időt kapjon az emberiség, és minél több ember fel tudjon ébredni, isteni tudatára ébredjen, hisz mind istenek és istennők vagyunk egy magasabb létsíkon, a szellem, a tudat kivetülései vagyunk és megnyilvánulásai. És mindannyian, hogy Krisztusi és Mária Magdolnai mintával tudjuk élni a Satya Yugában, az aranykorban, a fénykorában, amikor az emberben az elme és az ego az nem válaszolódik el az Istentől, hanem az Istent szolgálja, és nem háborúzik, nem békétlenkedik, nem árt senkinek, és a Földet emeli, és őrzi, és vigyázza a Szent Korona értékrend szerint. Hálával, szeretettel, isteni szeretettel tudja szeretni egymást és önmagát az ember. Azért volt sokáig ez a kegyelmi időszak, mert a galaktikus tanács
úgy döntött, hogy minél több ember tudjon isteni tudatára ébredni. Viszont a földi törvények, azok nem úgy működnek, hogy az égi törvények, és az égi törvényeknek is van egy szabálya, hogy nem nagyon lehet beleavatkozni bizonyos dolgokba. Ez a vének tanácsa, ezek arra hivatottak, hogy minden lélek fejlődhessen az univerzumban, a galaxisban, és mi egy új fiatal naprendszer vagyunk, 6 milliárd évesek. Ez a 6 milliárd év, amiről már többször beszéltem nektek, ez lejárt. Az azt jelenti, hogy ez a naprendszer felnőtté vált. Felnőtté vált a naprendszer, és istenek és istennők fognak megnyilvánulni rajta, ahogy már egykoron megtörtént, csak mindig ciklusok váltották egymást, és most megszűnik ez, hogy vaskor, bronzkor, ezüstkor és aranykor, egy új korszak jön, az aranykor. És az aranykor után jön a, pontosan nem tudom a sorrendet, platinakor, kristály és gyémánt, vagy gyémánt és kristály, ezt a kettőt most pontosan nem tudom, hogy hogyan, de a lényeg az, hogy nem lesz vaskor ezen a földön. Ahhoz, hogy ne legyen vaskor ezen a földön, ahhoz a naprendszernek vissza kell térnie a központi naphoz, a nagy együttérző fényhez. Hála Istennek, és a nap a teljes bolygórendszerével, a Nibiruval, az ős anyánkkal visszatér az egész bolygó. És itt van az, amit most elmondtam nektek. A lényeg az, hogy képzeljétek el azt, hogy így van a naprendszer. Középen van a nap, és körülötte ott vannak a bolygók. Igen ám, van egy 12. bolygó, vagy 13., amelyik a Nibiru. A Nibiru az így forog. Körbejön, és így jön be, egy nagyon nagy ciklus megy, teljesen kimegy a naprendszerből, és visszajön egészen a Marsig körülbelül, és behúzza a Földet. És ez a Nibiru, ez el volt rejtőzve, viszont bejött az energiája. És ehhez még hozzá fog jönni hamarosan. 2024. január 15-ét mondott az Isten ember Indiában, Sri Amma Bhagavan, hogy ekkor érkezik meg a központi nap energiája, amiről oly sokat mondtunk, hogy készüljünk föl, hogy legyünk azon a rezgésen, hogy föl tudjuk venni ezt az energiát. Péter is ezért kapta meg ezt a hálapárnát, hogy minél több ember tudjon felébredni, és minél több emberhez el tudja juttatni, és ezért Péter éjjel-nappal dolgozott, hogy minél több ember lélek fel tudjon emelkedni. Na most úgy képzeljétek el, hogy ahogyan bejön a Nibiru, és bejön a központi nap energiája, lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag szétszakítja a bolygót. Ez egy akkora energia, amit nem bír elviselni a bolygó. Azért jöttünk, hogy el tudja viselni. Minél magasabb a szeretett frekvenciánk, egyfajta burkot hozunk létre önmagunk körül, és a Föld körül is. És az volt a feladatunk, galaktikus csillagmagok, hozzátok beszélünk, hogy elvégezzük azt, hogy felemeljük a rezgésünket a hála, a szeretet energiájába, a szívünk szeretetével, és ne tudjon szétszakadni a bolygó, mert a szeretet az egyetlen az, ami feltölti ezt az energiát, és egy energiapajzsot hoz létre. Kérdés az, hogy mekkora energiapajzsot tudtunk létrehozni együtt, közösen mindannyian. Ti, akik felébredtetek, tudjátok, hogy istenek és istennők vagytok, azoknak a megnyilvánulásai, vagy már valamilyen szinten elindultatok az isteni út felé. Úgyhogy most vagy jó hír, vagy rossz hír, a lényeg az, hogy az a világ, ami eddig volt, az totálisan átalakul. Az asztrozófusok is tudják azt is, hogy a bakba betér a Plutó egy gyökeresen változó energia, de itt van még a Nibiru, itt van még a galaktikus központi nap energiája, és az egész naprendszer felnőtté változik. Így sok embertől el kell búcsúzni a Földön, és sok ember fog megmaradni, és sok ember fog eltávozni. Arra születtünk, hogy figyelmeztessünk titeket,
arra születtünk, hogy szeressünk titeket, és megmutatjuk azt az utat, hogy hogyan lehet felemelkedetté válni, hogyan lehet szeretett apostolává válni, hogyan lehet azt csinálni, amit Jézus Krisztus tett, hogy úgy szeret mindenkit, ahogy a testvérét szereti, ahogy az atya szeret, ahogy az anya szeret. Kisebb-nagyobb mértékkel sikerült. Hála Istennek és nektek. Én külön köszönetet mondok mindannyiatoknak, akik hozzájárultatok ehhez. Hála nektek ezért. És hát itt a lényeg az, hogy még 2024. január 15-ig bőven van időnk. Igazából még van körülbelül 16 nap, tehát ez majdnem fél hónap. Kezdjünk el imádkozni. De ne azt az imát mondjátok, hogy ő Istenem segítsél és mentsél meg minket, hanem legyetek hálába és szeretetbe. Tudjátok, hogy ti mindannyian azok vagytok, akiket az Isten csodál, a gyermekei vagytok ugyanúgy, ahogy Krisztus, ahogy Mária Magdolna, és a többi isteni létező, aki megnyilvánult a Földön, és hogy ti azok vagytok, akik azért jöttetek, hála Istennek, hogy ez a csodálatos korszak megnyilvánuljon, és itt legyetek, és élvezzétek az édenkertet. Mi mind kertészek vagyunk, kertészek, akik arra születtek, hogy őrizzük és vigyázzuk ezt a földet, és szépítsük, gyönyörködjünk benne, és szaporodjunk és sokasodjunk. De nem úgy, hogy másnak ártunk, nem úgy, hogy kizsákmányolunk másokat, hanem felemeljük egymást szeretettel. Na ez a szkíta értékrend, ez a Szent Korona értékrend. Ez az, amiért születtünk. És azt tudom javasolni nektek, hogy minél többen kapcsolódjatok Sri Amma Bhagamanékhoz, hála Istennek, az Indiában élő Isten-ember párhoz, hogy minél többen még meg tudjatok szabadulni, fel tudjátok szabadítani a lélekfényeteket az ego, az elmefogságából, és minél inkább az ananda, az öröm, a boldogság, a szeretet állapotát tudjátok sugározni. Hogy a bolygón minél több ember meg tudjon szabadulni. Ugyanis azok az energiák, akik itt voltak, ezek a nehéz energiák, ők nem voltak hajlandóak visszaadni a bolygót a fényerőknek, a szeretet erőnek. Nem voltak hajlandóak még arra sem, hogy beszéljenek velünk, és semmi hasonlóra. És amikor Krisztus azt mondta, hogy az utolsó időkben sok hamis proféta fog megjelenni, nem ránk gondolt. A hamis proféták az a média. A teljes média birodalom a hamisságot és a gonoszságot sugározza magából, és a lehúzó energiákat sugározza magából. Tehát a kedves média az, aki a leginkább nem engedte azt, hogy az emberiség felébredjen. Mert a média hazugságokat sugárzott. És itt van az, hogy valójában miért sugárzott hamisságokat a média? Azért, mert ti, nektek, az embereknek az volt a fejükben, az elméjükbe beültetve, hogy titeket leuralnak, hazudnak nektek, és bántanak. Ugyanis mindent mi saját magunk teremtettünk ezen a világon. Minden, ami most van, ez a mi teremtményünk. Az évek során, az évezredek során, ameddig itt voltunk, őseink teremtménye és a mi teremtményünk. Tehát mi voltunk azok, akik kevesen tudtunk az isteni tudatunkra ébredni, mert egy olyan jó rendszert hoztak létre, valljuk be, hogy nagyon ügyesek, hogy szinte átláthatatlan, felismerhetetlen, és az igazakat hamisnak tartották, a hamisakat pedig igaznak mutatták, és piedesztálra emelték. És a szeretetet, amikor megnyilvánult, akkor mindig elsöpörték. És most lejárult az a ciklus, hogy megy tovább ez az iskola. Mert ez egy iskola volt, ez semmi másról nem szólt, mint arról, hogy a lélek
a szellem, a tudat megnyilvánulhasson a földi fizikai világban, úgy, ahogy Krisztusban megnyilvánult, hála Istennek mindannyiunkban meg tud nyilvánulni. Ő volt az etalon, ő volt a minta és a példa, hogy hogyan tud az ember Isten emberré válni. És itt van a lényeg. Amikor Krisztussal itt voltunk 2000 évben a bolygón, Krisztus elment Indiába. India őrzi a dharma kerekét, a karma kerekét. Ő az, aki tud segíteni abban, hogy megtörjük a karma kerekét. A magyarság ennek az energiának a segítője. És a magyaroknak fel kellett ébrednie arra, és ébredjetek fel, hogy nem ti vagytok az első szülöttek, lehet azt mondani. És igen, a magyaroknak ott a Szent Korona, de a Szent Korona az isteni rendet, az isteni tudatosságot, az isteni egységet, és az isteni szeretetet sugározza. Ám ez az energia a Földön Indiából érkezik. És meg kell nézni az indiaiakat, hogy mit vállaltak, hogy milyen karmát vállaltak azért, hogy az emberiség jólétben tudjon élni, milyen szegénységben volt India hosszú időnkön keresztül. És éppen azért azt tudom javasolni, hogy indulj kelet felé, kezdj el meditálni, kezdj el a csakráidat megváltoztatni, kezdj el jógázni, ugyanúgy, ahogy Krisztus tette, amikor eltűnt és elment Indiába. És most minél többet hívd a nagy együttérző fényt, hívd Sri Amma Bhagavant, hívd Jézus Krisztust, hívd Buddhát, hívd Krisnát, hívd azt a teremtőt, azt, akiben te hiszel. És hamarosan, amikor eljön ez az időszak, amikor beérkezik a központi nap energiája és a Nibiru és az egész naprendszer átalakul, amikor eljön a totális megsemmisülés, lehet így fogalmazni, onnantól kezdve legyetek készen arra, hogy a szívetekre és a lelketekre hallgattok, és a felsőbb énetekkel, a legbelsőbb énetekkel tudtok kapcsolódni. És amikor ez megtörténik, akkor ő fog vezetni titeket. És készüljetek fel arra, ami érkezik, és a szelídek örökölték a Földet. És csak a szelídek tudnak megmaradni ebbe az energiában, ugyanis minden energia, mi mindannyian energiák vagyunk, és az energiánk az az, ami egy magasabb rezgésszintre emelkedik, mivel az egész bolygó egy magasabb rezgésszintre fog emelkedni, ezért nem tudnak megmaradni azok az energiák, akik ezt nem bírják elviselni. És miért vagyunk mi itt most ketten? Orosz Péter és jó magam, azért vagyunk itt ketten, mert Krisztus azt mondta, hogy az én két Péterem, tegyétek a dolgotokat, igaz Péter? Tegye mindenki Istenet a dolgát, én ezt szoktam mondani, és nagyon sokszor vannak olyan emberek, és én most nekik adnék hálát a te nevedbe is, akik csendben és szelíden nem is tudtak róla, de tették a dolgukat azért, hogy ez a Föld most itt lehessen. Nagyon sokan, mint mi, sokszor felvállaltuk, hogy mint egy Forma 1-es pilóta, ott vagyunk, teljes gázzal menjünk, de ez csak úgy tud működni, hogy nagyon sokszor, amikor mi a pitbe állunk, ha már Péterek vagyunk, akkor ott van mellettünk egy csodálatos csapat, egy társ, tehát együttműködés. A következő évben az együttműködésnek lesz itt a... És én, amikor egy Forma 1-es pilóta megy, és feláll a legmagasabb, akkor gondolunk-e arra, aki létrehozta ezt a kocsit, létrehozta azt a kereket, vagy bármi, hogy hány ember öltőt foglalkoztak vele, hány álmatlan éjszakájuk volt. Én azt érzem, és én azt érzem, hogy azért vagyok itt most pont melletted, itt fizikailag, mert mi háttársak vagyunk, hogy egymást erősítsük. Igen. És én folyamatosan
küldtem neki a szeretet energiát és a tisztító energiát, mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, és így fogunk tudni a 2024-es évben együtt működni, hogy valaki látszólag ott van, de 99,99%-a alatta van, ami nem alatta, hanem inkább azt tudnám mondani, hogy háttérben van. És sokan kérdezik, hogy például beszéltél a médiáról, ahol nem véletlenül téged hívtalak első, nem vendégként, hanem mert hogy mi háttársak, barátok vagyunk, és mi egyáltalán nem voltunk ilyenek. Tehát mi, amikor elmentünk a Vatikánba, akkor én is éreztem energiákat, te is éreztél energiákat, egy közös képre nem álltunk össze. Tehát, hogy Igen, tényleg ez ott voltunk. 2017-ben volt egyébként, és azóta valami átalakult Így bennünk, van, így megláttuk van. egymásban lévő szeretetet, az egymásban lévő Istent, és Krisztusra hallgattunk, hogy minket teljesen kettőnket összetesz, mint háttársak. Így van. És ez nagyon szuper. És az Ezer Boldog Építőt is itt köszöntjük, mert olyan emberek egy évig mi elvárás nélkül, és ők is elvárás nélkül tették a dolgukat, és egy olyan csodálatos dolog, olyan kis csapat, egy mag tudott összejönni, ugyanúgy, mint ahogy a párnába, a pejva, meg a alapanyagok, nem mindent rakunk bele. Tehát, hogy van egy szűrő, és mi egy nagyon-nagyon szépen kiszűrés, megtörtént a szűrés, és ez nagyon fontos, mert amikor például a legjobb példája, amikor mentünk Csíksomlyói búcsúra, Péter 8 órán keresztül vezetett, vagy nem is tudom, több órán keresztül, legalább 8 órán keresztül, 8 vagy 10, igen. 8-10 órán, én akkor addig aludtam. És amikor én felébredtem, akkor ugye minket hamarabb leállítottak, mert volt egy kordon, és ott nem tudtunk átmenni. De mivel én aludhattam, ezért feltöltöttem, és én végig szaladtam, felszaladtam a hegyre a párnákkal, és most akkor én pont, hogy az első napsugár meglegyen. De nagyon sokan csak ezt látták, hogy a napsugár is ott vagyok. De hogy Péter, és én mindig mondtam, hogy Péternek is nagyon hálásak lehetünk, mert ő végigvezette, végig. És ez lesz a következő évben, hogy nincs az, hogy ennek ez fontosabb, mint az a fontosabb dolgok. Nem. Ugyanúgy meg kell találni azt, hogy mindenkinek Isten adta dolga, és ahogy Molnár V. Juska bácsi van, dolga van az életben. És ha megtaláljuk ezt a dolgot, akkor abban tudunk azonosulni, azonos értékrenden együtt haladni, és kész. És én nagyon örülök, hogy itt vagy társam, Én is barátom, nagyon örülök testvérként. neked. És köszönjük mindazoknak a csillagmagoknak, akik szintén tettétek a dolgotokat elhatatosan és kitartóan, és mindent megtettetek azért, hogy a világ felemelkedjen és jobb legyen. És ti is legyetek szívesek mindannyian, hogy most befele figyeljetek. Befele figyeljetek, leginkább önmagatokra figyeljetek, és ahogy már mondtam, indulj kelet felé. A nyugat teljes mértékben a pusztulásnak indult. A nyugat az nem tud úgy fennmaradni, ahogy eddig volt a gazdasági rendszer, az oktatás, és semmi, semmi, semmi. Minden, ami új jön, az már keleten megvan, és már megvan a szívben, a Kárpát hazában, bennetek. Bennetek a csillagmagokban, a ti szívetekben, a lelketekben bele van kódolva, hogy milyen világ jön. Hála Istennek, ti tudjátok, és merjétek vállalni, hogy ezt tudjátok. És hogy fogalmaztam Krisztussal kapcsolatban és Indiával kapcsolatban, hogy valóban keressétek meg az Indiában élő Isten emberpárt, és kapcsolódjatok vele, akár online, vagy bármilyen módon, vagy valamelyik apostolához, lehet így fogalmazni, aki arra született csillagmagként direkt, hogy emelje a Földet, és ezt az energiát, ezt vigye. Ezt az ananda állapotot, ezt a szeretet állapotot, ami a feltétel nélküli szeretet, az öröm és az elfogadás állapota, hogy ez áradhasson a Földben, a világban. Ugyanis a szívünk mindannyiunknak egy szeretetet termelő gép, egy szerkezet,
amit a Jóisten azért alkotott, hogy áradjon az ő szeretete, a krisztusi szeretet. És éppen ezért a krisztusi körkereszt, ami itt van Péternek a szívénél, látjátok, ez azt jelképezi pont. A körkereszt, ja, itt van Péternek a nyakába, a másik az én nyakamba. A körkereszt mindennek a középpontja, mindennek a közepe. A transzcendentális, a szellemi világgal, az Istenivel, a Teremtővel, a központi nappal, a naprendszerrel, a galaktikus egységekkel. Egységben van, és szeretetben, és kapcsolódik földanyához, a földanya minden teremtményéhez, a természethez. Kapcsolódik az emberiséghez, az emberekhez, és önmagával, a teljes lényével tökéletes kapcsolatban van. Na ez a Krisztus. Ez a ti feladatotok is, hogy ezt megéljetek, és meg lehet csinálni. Képesek vagytok rá, viszont ahhoz, hogy meg tudjátok csinálni, ahhoz fontos befogadnotok ezt az energiát, ami most fog jönni. Úgyhogy 2024. január 15-én minél többen legyetek, és kapcsolódjatok a nagy együttérző fényhez, akár lélekben, szellemben, vagy vegyétek fel valahogy a kapcsolatot, de nem lesz már neki most közös. Nem. Tehát lélekben tudtok kapcsolódni. Nézzétek meg Sriyamba Bagamáról a képet, hogy jobban tudjatok kapcsolódni, hogy a nagy együttérző fény, a központi napot képzeljétek el, és engedjétek, hogy jöjjön belétek az ő energiája, és emeljen titeket, és üsse ki az elme, az ego félelmeit, fájdalmait, nehézségeit a tudatalattiból, az elméből, a teljes testünkből, hogy Isten emberi testet föl tudjuk, át tudjunk transformálódni, át tudjunk alakulni mindannyian, hogy felemelkedhessünk. Úgyhogy mi ezt tudjuk javasolni. És van-e igazából, valamilyen van? Hát csak annyi, hogy igaz. annyi, hogy mi azért tudunk úgy hivatalosan, és úgy, ez érdekes, hogy hivatalosan, tehát, hogy össze tudunk kapcsolódni, mert én ezt a hálapárnát azért is hoztam létre, hogy a szívbe így összekapcsolódjunk. Tehát, hogy nagyon sokan úgy imádkoznak hálaimát, meg kérik, hálát adunk azért a jóért, amit tudunk, hogy meg fog létezni, létre fog jönni, mert minden van. Tehát, ha az agyunkban van egy ilyen információ, hogy már pedig ezt érezzük, hogy ez ott van, akkor ez már ott van. Az, hogy megjelenik-e, az már csak az idő kérdése, de mindennek rendelt ideje van, ahogy 3 óra 33 perckor jártam ide, hogy az előző adásba, és hiába van útorlasz, hiába van karamba, hiába pont akkor fog érkezni. Seha nem tudunk előre pontos időt, se semmit, az biztos, hogy például az ezredhez szólunk, lehet hozzánk kapcsolódni, ezerboldogépítő@gmail.com, oda írjatok nyugodtan, megtaláljuk a módját, és hogy kapcsolódjunk össze lélekben. Nagyon sokszor, több olyan dolog volt, hogy például bírósági tárgyalás volt valakinek az ügyébe, és én azt a sugallatot kaptam, hogy szóljak annak a kis csapatnak, és összekapcsolódtunk, és az történt például Hefner Attila ügyébe is, hogy addig az a bíró, aki nagyon ellene volt, stb., nem tudja, mi történt, de valami szeretet átjárta. Ha ezt egyre több ember csinálja, és ez a 144 ezer ember, nem ha, amikor összekapcsolódik, akkor egy olyan erő forrás tud létrejönni, amit mondtam, hogy a kar hatalom egy szinten hat. De mi a hetes szinten van, ugye a mágikus, mágusok földjén vagyunk, azok az energiák vesznek körbe minket, azok az erőterek, stb. Az működik a belső magunkban, hogy ez összetud jönni, és akkor tudunk egy ilyen csodálatos teremtő minőségre fellépni, mert hogy társteremtők vagyunk.
És én azt gondolom, Igen, hogy és a 144 ezerről, hogyha már beszéltél, Indiában ez az Isten-ember pár azt mondja, hogy csupán 81 ezer felébredett lélekre lenne szükség ahhoz, hogy a világ teljes lakossága egy az egyben felemelkedjen. Mindenféle baj, földcsuszamlás, hegyomlás, cunami és bármi nélkül 81 ezer ember. Állítólag nem biztos, hogy meg lesz a 81 ezer ember. Ez a 81 ezer ember a teljes sötétséget ki fölvilágosítaná, fogalmazunk úgy, igen, fölvilágosítaná, és föl tudná emelni a rezgés szintet. Arra szintre, hogy a Föld, ahogy megérkeznek ezek az energiák, ne szakadjon szét. Ezt úgy lehet elképzelni, mint egy szülés, hölgyeim biztos szültek, hogy ha a szülőszobán túl korán érkezett volna a baba, vagy rá volt tekeredve a köldökzsinór úgy túl korán, tehát valami baj lett volna, akkor benyúl az orvos, és visszatartja, és leszedi a köldökzsinort. Na most ugyanezt történt, ez volt a kegyelmi idő, amíg az orvos visszatartotta az energiákat, hogy ne szakadjon szét a Föld, mert hogyha hamarabb megtörtént volna, akkor mi se éltük volna túl. Viszont mivel, hogy már készen van egy olyan bázis, ahol hívhatjuk bárkának a Kárpát-Szenthaza és Kelet, ahol védelem van, így gyakorlatilag az orvos elengedte a babát, és megszülethet a baba az új aranykor. Sajnálattal vesszük ezt a dolgot, mert igazából jó magam is azon voltam, hogy minden ember átjöjjön az aranykorba, és élvezze azt a csodát, amit élvezhetett. És innen azt üzenem azoknak az embereknek, akik el fognak menni esetleg, hogy nincs bűn. Az univerzumban nincs bűn. Ahogy mondtam, a lélekiskoláját játszottuk. A lélekiskoláját játszva elkövettünk vétkeket, ami annyit jelent, hogy nem a szeretet útján jártunk, és nem tudtuk, hogy kik vagyunk és mit cselekszünk, mert nem tudtuk, hogy mind istenek és istennők megnyilvánulásai vagyunk, akik emberi létformát vettek föl, és hogy megnyilvánultunk a földi fizikai világban, hogy felismerjük önmagunkban azt, akik a felső világban vagyunk. És azzal összekapcsolódva egyé váljunk a mindenséggel. És valójában erre lett szülve a földbolygó, hogy egy ilyen kis bölcsöde legyen, a lélek iskolája. És a nagy együttérző fény, az mindenkit úgy szeret, ahogy van. Szereti a fényest, a fénytelent, szeret mindenkit. A fénytelen arra volt hivatott, hogy a bennetek lévő sötétség, félelem, nehéz energiákat lejátsza a világban. Hisz az anyag világban vagyunk, valakinek jól pofon kellett titeket vágni, hogyha nektek az volt a hitrendszeretekbe, a tudatalattitokba, hogy titeket veréssel lehet csak tanítani. Most csak mondtam valamit. Vagy bármi olyan, ami ott volt a tudatalattinkba, az mind egy program volt. És ezt a programot kellett nekünk felismerni, és ezből a programból, a karma kerekéből kijönni. És ebben nekem is az Indiában élő Isten emberpár segített. Ahogy tudtam velük kapcsolódni 2018-ban. Addig Jézus Krisztust követtem, de nem azt, aki benne volt az egyházban, a feszületen, hanem azt, aki megmutatta azt, hogy mi az, ami az Isten ember. Aki az etalon. Számomra ő volt az etalon. És hála Istennek, hogy nem találtam apai mintát. Az egész bolygón, mert nem volt apukám, úgy volt apukám, hogy elváltak a szüleim már mielőtt megszülettem. Na és itt van egy olyan, hogy az elme és az ego mindig azt játszott, hogy semmi nem jó neki. Hosszú időkön keresztül azt játszottam, hogy elhagyott engem az apám, elhagyott engem a mindenki, és senkinek nem kellek.
És ott volt a fájdalom, mert az egóm, az elmém ezt mondta. Nézd meg, még az apád is elhagyott, mi vagy te, ki vagy te, hagyjad magad. És utána megtaláltam Krisztust a szívemben, a lelkemben, az univerzumban. És elkezdtem vele együttműködni. És utána ő maga, Jézus Krisztus vezetett Sri Amma Bhagavanhoz, mert ő itt van a Földön, hogy kapcsolódjak vele. Nehéz volt kapcsolódni vele, mondom, mert úgy voltam bele, hogy hát de te vagy az apám, most akkor ő ki? Hát akkor, és akkor mondta, hogy legyen a nagypapád. Hű, mondom, micsoda nagypapámat adtad? Te odaadtad a nagypapámat, nagyon jó. És ezt gyermeki hittel el kell hinnetek. Tehát én gyermeki hittel elhittem, és tudom, hogy ő az én nagypapám. Ő az, aki azt a genetikát adja nekem, ami ő benne van. És ezáltal azt a genetikát, amit én kaptam a szüleimtől, a nagyszüleimtől, azt felülírom az ő genetikájukkal. Mert a tudat hat az emberre. A tudat hat a testre. És mivel, hogy gondoljatok bele, hogy Krisztus az apukám, Sri Amma Bhagavan a nagypapám, ükapám Nimród. Ha neked ez a tudatod, akkor te azzá válsz. És mindannyian azzá váltok, ami a hitetek. És hogyha a hitetekben az van, hogy ti vagytok a szeretet, és tudjátok, hogy ti vagytok a szeretet, és álhatatosan mentek, és bárki, aki odajön és azt mondja, hogy te hülye vagy, akkor te csak mosolyogsz, vagy sírsz, és mész tovább. És nem állsz vele vitatkozni, hogy te milyen szemét vagy, hanem megkérdezed a felső bénedet, kapcsolódsz önmagaddal, vagy valamelyik nagymesterrel, és azt mondod, miért mondta azt, hogy hülye vagyok? Hát fiam, az a program van benned, hogy téged mindenki bánt. És ilyenkor el kell menekülnöd. Ja, hogy ez a program volt bennem? Ó, hát kell ez nekem? Nem. Megtanultam. Mit tanultam benne? Megtanultam azt, amit megtanultam, ez a program már nem kell nekem. Ezt a programot elengedem, kérek egy új programot, hogy engem szerettek, és elkezdenek szeretni. És így működik az ember. Az ember egy tökéletes teremtmény. Az ember Isten képmására lett teremtve. Amit a teremtő meg tud csinálni, azt mindannyian meg tudjuk csinálni. Mindenki egytől egyik. Az összes ember a Földön. Annyi, hogy lelkeket nem ad. Ugye egymást nem tudjuk lélekkel ellátni. Ha már itt a lélekről van szó, a Földön vannak olyan lelkek, akiket népléleknek hívnak. A néplélek Atlantis süllyedése után egy genetikai átalakításon vett át, részt, és a néplélek osztódott el. A Kárpát-medencében néhány, 3-5-10 maximum néplélek él, született. És ez a néplélek 10 millió részre osztódott, és az a lényeg, hogy ahogyan a néplélek központi energiája, tehát a magnak a belseje is úgy osztódott szét, ahogyan a központi energiája elér egy bizonyos szintet, a néplélek hatással van az összes többire, és az összes többit magával tudja emelni. Hála Istennek, itt a Kárpát-medencében egész jól dolgoztunk. És ezáltal azok a lelkek, akik ezekből a lelkekből születtek, ezek nagy valószínűséggel meg fognak maradni, és életben fognak maradni. És hála Istennek, Sri Amma Bhagavan pedig ott van Indiában, így az a terület is teljes egészében meg fog maradni, és akik hozzá kapcsolódnak, azok is életben fognak maradni. Akik Krisztushoz kapcsolódnak, szintén életben maradnak, de nem ahhoz a Krisztushoz, akiket a Bibliában lévő tanukhoz, és a dogmákhoz, és ahhoz, hogy elmész gyonni a papnak, és mondod a magadét, és a pap felemel, hanem ahhoz, ami a szívedben van, ő hozzá. És hogyha hozzá tudtok kapcsolódni, akkor felemelkedünk.
és felemelkedtek. És ez a feladatunk. És higgyetek, és tudjátok, hogy az a korszak, amit most, hogyha becsukjátok a szemeteket egy pillanatra, próbáljátok ki, hogy megnézitek azt a korszakot, ami ott van a szívetekben, hogy milyen lesz az, amikor minden teljesen más lesz, és nem ez a pénzügyi, nem ez a gazdasági, nem ez az oktatási rendszer lesz, hanem az lesz a feladata az emberiségnek, hogy mind felébredjen, és Isten emberé váljon. És istennőként, isteni energiaként így tudjatok élni mindannyian a Földön, megfiatalodva, átalakulva az édenkertben, és olyan dologba, hogy az állatok, az oroszlán szeretni fog titeket. Így fogjátok ölelni az oroszlánt, és az oroszlán nem bánt. Miért nem bánt? Mert a kollektív mintában nincs benne, hogy az oroszlán bánt. A kollektív mintában nincs, a kollektív mintában benne van az, hogy az ember meghal 70 évesen vagy x évesen, maximum 120 évig élhet. De ez csak az egónak a játéka, ez csak a karmában van benne. Ez nincs benne az isteni tervben. Tehát mind, hiába vagytok akárhány évesek, örök életre teremtette a teremtő ezt a testet. Ez a test képes megfiatalodni. Csak a te tudatod dönti el, hogy megfiatalodsz vagy nem. És hogyha én eldöntöm, hogy én megfiatalodom, akkor elkezdek megfiatalodni, és átalakul a testem. És hogyha ti odaálltok, és minél többen vagyunk, akkor nekem annál könnyebb ezt véghez vinni. És akkor annál könnyebb nektek is véghez vinni. És hogyha az emberiségnek egy kollektív energiája eléri ezt a tudatosságot, akkor ez megtörténik, mert nem lehet máshogy. Mert az univerzum így működik. És nekünk pont ez a feladatunk, hogy ez megtörténjen. Mindannyiunknak, akik itt vannak galaktikus csillagmagok. Hogy ezt megcsináljuk. És egy ilyen bolygót hozzunk létre, akik pedig nem tudnak megfiatalodni, már elkészült egy új rendszer, és azok a lelkek újra végig mennek a kőbunkótól kezdve végig, ugyanazon a 6 milliárd éves cikluson, amin a Földbolygó és ami naprendszerünk. És ugyanúgy lejátszák, és ugyanúgy lehetőséget kapnak arra, hogy elérjék a krisztusi szintet. Na már most, a világ, a mindenség egy végtelen dolog. Tehát ez a 6 milliárd év, ez semmi a világegyetemhez, a univerzumhoz képest. Úgyhogy lehet, hogy mi is egy párszor eljátszottuk ezt a 6 milliárd évet, de most kilépünk ebből a körforgásból, és újra egy új energiába lépünk, és maradunk a nagy együttérző fénnyel, a központi nappal, egy húron pendülünk, fogalmazzunk úgy, és a szívünk, a lelkünk, az meg fogja mutatni, hogy mi a küldetésünk, ki kicsoda, mi a feladata, és nyílani fognak a kódok, csak kapcsolódjunk mindannyian a nagy együttérző fénnyel. Kapcsolódjunk a nappal, a központi nappal, az egész univerzummal. Kapcsolódjunk Krisztushoz, Sri Amma Bhagavanhoz, Krisnához, vagy bármelyik olyan energiához, amelyiket választhatok. A legjobb az, hogyha olyat választotok, aki itt van a világban. Krisztushoz, mert a magyaroknak ő van a szívében, a Szent Korona kódja, és Sri Amma Bhagavanhoz, aki pedig itt van a világban, és arra azt a világot álmodta meg, ami mindannyiunknak ott van a szívében. Mert ő az, aki a dharma kerekéhez született le, mi pedig ide születtünk, hogy a szívcsakra és a koronacsakra feletti csakra az együtt működjön. És a mi feladatunk az, hogy ezt levigyük Izraelbe, Jeruzsálembe, a gyökércsakrába. És hogy ahogy magunkban megcsináljuk ezt, ugyanezt megcsináljuk az egész világban is. És így tudjuk létrehozni azt az energiát, amiért leszülettünk a Földre. És így tudjuk beteljesíteni a magyarság küldetését, hála Istennek, és fontos az, hogy szeretettel engedjünk el minden lelket, akik elmennek a bolygóról. Szeretettel, és ne féljünk. Tudjuk, hogy az összeomlás értünk van. Tudjuk,
hogy mindenértünk van. Az univerzumban nincs gonosz, és nincs olyan, hogy valami nem értünk van. Mindig okkal történik minden, igaz? És mindig időben. Majd mutatok egy képet, Nem lehet máshogy. Már előkészítettem, ha már pont ide Csak is úgy, szólít. hogy okkal és időben. Mindig a megáldott szent időben. Köszönöm Péter? szépen, én tényleg csak pár szót szeretnék beszélni, mert nagyon fontos dolgokat mesélt el, és én kértem a Jóistent, hogy nagyon szépen úgy tudjon elmondani dolgokat, ahogy ezt lélekkel tudjátok hallgatni, úgyhogy remélem, én úgy érzem, hogy ez megtörtént. Ha már megtörtént, történt érdekes dolgok az évben, én azt érzem, hogy mindenkinél olyan dolgok is történtek, amiket lehet, hogy csinálhattátok volna másképp. Így is volt nekem is, de a végén kiderül, hogy ami úgy történt, annak is úgy kellett, hogy történjen, hogy mostani ez legyen. Ha már történt, az történt, hogy elmentem egy helyre, és hát és ott leesett véletlenül, nincsenek véletlenek a telefonom. Méghozzá úgy történt már, azt is elmondom, hogy egy ilyen fizetős helyre be tudtunk menni nyílt kapuval, és mondom, hát nincs ott senki, akkor bemenjünk, és akkor kilátjuk. És bementünk, és hát elkezdtünk beszélgetni, és kiesett a telefonom a földre, betonra, és sokszor esett már le a telefon, de most kifejezetten így egy síkon megrepett, de semmi nem zavar semmit, de itt egy repedés rajta. Másnap visszamentünk, befizettük ugyanúgy a dolgokat, legyen meg az, és amikor december 21-én én csináltam egy fénygyőzelme videót, filmet, nagyon nehéz, ugye hát elég próbatételes, én nem nehéznek mondom, hogy próbatétel, ahogy Péter mondta, hogy fel kell nőni, feladatban vannak tételek, amiket jó, hogyha elvégzünk, és ez megoldó kulcsok vannak, és képzeljétek el, hogy az történt, itt mutatom a Péter telefonjának, hogy itt a, majd mutatom mindjárt Szecsi Miklóséknak is, hogyha megnézitek, akkor itt a nap van a háttérben, és van ott egy kicsike kis felső vezeték. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy Jóisten nagyon különleges dolog, de felküldött egy picivel magasabbra a kerítésünk magasságába, hogy most a kerítésen felül mutassam. Eddig mindig úgy élőztem, hogy a kerítés volt a talú, és most, hogy már átléptünk egy szintet, és képzeljétek el, hogy mondtam, hogy egy olyan időn kívüli és téren kívüli képet fogok mutatni, hogy felmentem, megmutattam, hogy már pedig a nap győzött, és a többi, és 7 perces videó, ezt a kedvesem is meg tudta nézni, és este oda mutatom neki, hogy ne nézd, csak történt, és így fordítom a telefont, látom, hogy a repedésnek de tényleg halszál, na, tehát, hogy milyen, tudom, de milyen szép, hogy halszál, tehát, hogy még ez is itt. Tehát a repedés, az megegyezik azzal a felső vezeték szakadásnak a milliméter pontosan, hogy itt még a Jóisten még arra is figyel, hogy amikor tanít, és eltörik, megreped ez a picike kis telefon, de úgy, hogy nem bántó, csak ránézed, és tudod, hogy tudtad volna jobban csinálni, de nem korlátoz benne, csak egy jelzést mutat, akkor kiderül, hogy az a jelzésnek is fontos szerepe van, az a repedés is pont úgy történik, ahogy történnie kellett, és bárki, aki hibát követett el mondjuk ebbe az évbe, vagy a 3 éven keresztül, mert olyan dolgot tett, amit lehetett volna másképp is, mert becsapták, mert a média félre tájékoztatta, vagy bármi. Én azt az Isten sugallatot kaptam, hogy mindenki a lelkébe barátkozzon meg azzal a dologgal, hogy megtett egy dolgot, lehet, hogy van az életében egy repedés, de az isteni szeretet mindent felül tud múlni, és az a repedésnek is pont ott volt az ideje, hogyha belement abba a hibába, az ne haragudjon magára, mert úgy kellett, hogy legyen,
ha fordítjuk és a teren egy picit mozdítunk a képen, akkor látjuk, hogy akkor látjuk meg igazából. És az életünket belehelyezzük abba a térbe, hogy a magyar nyelv szépsége, hogy mondja, nem most jöttünk a falvédőről. Az mit jelent? Az, hogy egy magasabb nézőpontról átlátjuk a világot, és hogyha ez így van, ahogy az előző beszédben dr. Pucsafrét barátommal mondtam, hogy ha hatos szinten valami nem úgy van, akkor menjünk egyel feljebb, onnan már másabb a rálátás, ha már rá, akkor az már nap, és lehet, hogy pont a nap tükröződése fogja tudni megmondani. Tehát nagyon fontos, hogyha követtünk el hibának vélt dolgokat, ne haragudjunk magunkra, hanem tudjuk azt, hogy az is egy isteni terv része volt. Nem vagyunk rosszak, se jobbak senkitől se, meg tudjuk csinálni, és kérjük a Jóisten, hogy az a hiba, az a repedés, ő majd be fogja foltozni, és minden este úgy feküdjünk le, hogy hálával, szeretettel, teljesen mindegy, hogy van-e hála párna vagy nem, ahhoz, hogy hálát tudjunk érezni. Tehát a hála a legfontosabb erő, hogy ezt a halál, az alvás egy kis halál. Uh-huh. És hogyha ezt így felkészítjük magunkat, hogy igen, a lélekben kész vagyunk, akkor teljesen mindegy, hogy mi fog következni. Bármi történhet, a legnagyobb jó dologra, és én mindig azt mondtam, a legnagyobb jó dologra, a legnagyobb jó rezgésre is fel kell készülni, mert hányszor tapasztaltátok ti is, hogy voltatok egy magas energetikai helyen, és majd szétrepett a fejetek, Péternél is biztos, hogy volt ilyen kezelésnél, vagy bármi. Én éreztem, Péter nagyon-nagyon jól megkezelt engem, sokszor nagyon jó ereje van, isteni erő, és nagyon szeretetteljes. Köszönöm. És keresétek nyugodtan, mert szerintem azon néhány embert, akit még el tud vállalni. Kereshettek nyugodtan. Tehát ő egy fantasztikus. Segítünk. Ezt az erőt, ezt hogy kell és... Pontkovácsolás, vagy masszázs, vagy nem. Energia. Nem. Akkor energia. Párszor. Ez a szeretet. Ez egy szeretet kinyilvánítás. Valójában ez a szeretet energia, ami a lényeg, amit elmondtam nektek, hogy én úgy dolgozok azokkal az emberekkel, hogy meglátom azt a sötét dolgot, és azt mondom, hogy hálás vagyok azért a sötét dologért, és magamban ugyanezt csináltam. És én ezt tudom, hogy ez így van, mert Krisztus így tanította nekem. És Bhagavan is ugyanezt tanítja. Ha már mind a ketten ezt tanítják, akkor itt valami biztos, hogy igaz. És úgy dolgozom, hogy én áldást kérek arra. És éppen ezért mondtam sokan nektek is, hogy a politikusainkra is áldást kérjetek. Most is az lenne a fontos, hogy áldást kérjünk a politikusainkra, akik ott vannak, akik jelen pillanatban tudnak tenni a magyarságért. Jelen pillanatban ők vannak ott az íróasztalnál, és ők írják alá. Nem mi írjuk alá ezeket a dolgokat. Hiába a mennyei dolog már teljesen más, még nem manifesztálódott le az a királyság, ami a 288 király és királynő, akik már a Krisztus tudatosságú királyok és királynők, akik a magyarságot fogják vezetni, és a bolygót az Indiában élő Isten-emberpárral és az Egység Egyetemmel, ahol rengeteg felemelkedett mester él, és napi szinten éjjel-nappal imádkoznak és meditálnak, és hozzák az energiát a központi napból, a napon keresztül, az univerzumon keresztül, hogy a bolygó felemelkedjen. Mert nekik ez a feladatuk, ők ezt vállalták. És mi nekünk meg ez a feladatunk, és ha már itt tartunk erről az energiáról, csak annyit mondanék, hogy ez a szeretet energiája, amit ilyenkor érez a Péter. Ez nemrég voltunk a kedvesemmel egy hölgynél, és megnézett minket. És megmért engem egy géppel, ahol ilyen egészségügyi állapotokat mért, és nézte, hogy itt vagyok már 50 éves lassan, és gyakorlatilag semmi bajom nincsen. Hogy lehet az? És akkor mondja, hogy atya ég, hálapárna mekkora... Hálapárnán igen, egyébként egy hálapárnán alszom, és nagyon jó a hálapárna. Fantasztikus. És különben nem is mondanám a hálapárnát. Tehát ott nem ajánlok, amit nem próbáltam ki. És az a lényeg, hogy ez a gép ez megmutatta, és elmondta a hölgy, hogy működik. A kvantummezőben valahogy, tehát ez valami nagyon technika, ilyen űrtechnika-szerű dolog,
és a lelket fel tudja mérni, a teljes testnek az auráját és mindent, és azt nézte, hogy hogy lehet ekkora rezgése egy embernek. Az én rezgésem az 184 ezer. Egy átlag embernek 5-10 ezer. Egy felébredett embernek 20-30-40 ezer. Azért, mert a Teremtő arra küldött le engem, hogy az új ember egyik etalonja legyek. És megnézze azt, hogy hogyan tud Krisztusivá válni egy ember, úgyhogy bedobja őt a mélyvízbe, és hogy hogyan tud olyan rezgésszintet elérni, ami a nap rezgésszintje gyakorlatilag, tehát ahogy a nappal egyé válik, szeretettel tudja megcsinálni, anélkül, hogy szétégne. Anélkül, hogy ez a rezgés, mert ez a rezgést, ezt nem bírjátok elviselni. És ezt a rezgést nem bírja elviselni a Föld se, és aki régebben nézte az én videóimat, látta, hogy így remegtem, amikor jött az energia. Sokan azt hittétek, hogy szklerózis, vagy nem tudom, mi van velem, és én mindig mondtam, mert jött föntről, hogy a gyökércsakrám nem volt elég erős. És ezt úgy kellett elképzelni, hogy a koronacsakrám az ekkora volt, mint a ház, és kapcsolódtam az egész mennyei szférával, az egész mennyei világgal, és hála Istennek, amikor felvállaltam magamat, akkor kaptam 2-3 nagyon nagy pofont így a emberektől, hogy mit képzeljek én magamról, hogy kinek képzelem magamat, és visszalöktek. És én azt hittem, hogy ez rossz. És nem volt rossz, mert akkor elkezdtem mélyebben magamba menni, és utána pedig elkezdtem a gyökércsakrámat erősíteni. Kedvesem tartott nekem joga foglalkozásokat, és mutatta nekem, hogy az én gyöngyöm, hogy hogyan lehet a gyökércsakrát erősíteni a jogával. Én azt hittem, hogy a joga a nagymamáknak a játéka. Ego. Hát, ó, hát mi ez? Hát senki, mindenki meg tudja csinálni. Ha persze, pár másodpercig tudtam azt tartani, amit így néztem, hogy a nagymamák, az idősebb hölgyek, ugye, akik ott Indiában meg mindenhol csinálják a jogát, hogyan tudják ezt tartani, és most az a volt a feladatom, hogy a gyökércsakrámat erősítsem, hogy az a rezgés, az ne elszálljon, hanem az megmaradjon, és teljes mértékben le tudjuk horgonyozni. És az a feladatunk, hogy mindannyian elérjünk egy minél magasabb rezgésszintet, a hála, a szeretet állapotát, hogy ez a rezgés, az leüljön a gyökércsakrában. És most figyeljetek, amit már elmondtam, és még egyszer elismétlem, ami nagyon fontos, gyökércsakrámot kellett erősíteni. Sri Yama Bhagavan ott van a koronacsakra fölött, ami nekem már ekkora volt, mint a ház. Igen, nem, de úgy nézett ki a gyökércsakrám, mint a kis ujjam, mert mindig elvágtam a gyökércsakrámot, amikor valami baj történt az életemben, hogy mitől elhagyott az apukám, már úgy születtem, és már ott elvágtam, tehát gyakorlatilag 2023-ig nem voltam a testemben, hanem kintről a testemből játszadoztam, és a testemet az gyakorlatilag nem is foglalkoztam. És gyakorlatilag teljes mértékben nem voltam ebben az állapotban, hogy... és a gyökércsakránkat fontos erősíteni. Onnan Indiából küldi az energiát a nagy együttérző fény mestere, Sri Yama Bhagavan, ezt mi fogjuk itt, és küldjük tovább, legyetek szívesek, Izraelbe. Ez az egyik legfontosabb. És most minél több ember ezt megcsinálja, hogy elképzelje azt, hogy Indiával kapcsolódik, nézzétek meg Sri Yama Bhagavant, vagy a nagy együttérző fény képét, írjátok be, és vagy szóljatok nekem, és elküldöm, elküldjük, és ugyanezt csináljátok meg saját magatokba, és csináljátok meg a világba. Ugyanis a gyökércsakrát a Szent Korona uralja és őrizi. Csak jelen pillanatban nem a Szent Korona fennhatósága alatt van, ahogyan nem a Szent Korona fennhatósága alatt volt hosszú időken keresztül a Kárpát-medence is,
Pedig a Szent Korona örök királyság. A Kárpát-medence örök királyság. Soha meg nem szüntethető, soha meg nem változtatható, kizárólag szakrális király írhatja felül, és a szakrális királynak pedig az a feladata, a szakrális királyságnak, ezt a 288 király és királynő teszi a jövőben, hogy mindig az isteni akaratnak megfelelően cselekedjen. És most ez fontos elmondani, és itt kimondjuk, hogy az a feladatunk, sokan István királyt bántjátok, sokan istenítitek. Mind a kettőtöknek igaza van, mindannyiatoknak. István királynak az volt a feladata a teremtő elmondása alapján, hogy a szakrális dolgot létrehozza. Ez a föld egy játszótér volt. Ennek a földnek meg kellett tapasztalnia az összes embernek a világban, milyen az, amikor a teremtő leoltja az összes fényt, és teljes fénytelenség és sötétség van a világban. Ezt a földet nem lehetett volna úgy leuralni a árkonok, a drakonidák és a többi faj alapján, akik az elme és az ego játékát játszották, hogy Magyarországon, a Kárpát-medencében szakrális királyság van. Nem lett volna olyan erő, aki ezt képes lett volna leuralni, és megcsinálni azokat a háborúkat és azokat a dolgokat, amiket megcsináltak. És bocsássunk meg a királyunknak, Szent Istvánnak, és legyünk hálásak, hogy a Vatikánhoz irányított minket, a kisebbik rosszhoz, mert azt a lehetőséget kapta. És nem kellett burkában és hasonló dolgokban lennünk a magyarságnak. Gondoljatok bele, hogy milyen lett volna az életetek. És ennek is vége van, mert az összes vallás meg fog szűnni. Csak a szeretet lesz a Földön, és nem lesznek vallások. És a szakrális királynak, Szent Istvánnak az volt a feladata, leoltsa a lámpát. Amit Krisztus azt mondta, 1000 évre elengedtetik a sátán, és ő lesz a trónon, és azt csinál, amit akar a Földön. Ez volt ez az 1000 év. És amikor Mátyás itt volt a Földön, amikor ő elment, leoltották a másik lámpát. Na, mi volt az a lámpa? Ki az, aki tudja? Európa elindult Amerikát felfedezni, Kolumbusz Kristóf megvetette a lábát, az angolok, a franciák, a portugálok, a spanyolok megtalálták Amerikát. És mit tettek? Kiirtották az ott lévő indián testvéreinket. Miért tehették meg? Azért, mert a sátán megkapta 1000 évre a világot. Kiuralkodott mindenki, aki ebben a korszakban ott volt, a sátán segítője volt. Most nem a szakrális királyokról van szó, de ők is csak azt tehették, amit az elme és az ego elfogadott teljes egészében, amit a tudatlanságnak meg kellett történnie. És hogyha ezt így megértjük, akkor megértjük, hogy az univerzumban óriási rend van. És amikor én kiálltam és azt mondtam az világvezetőinek, hogy világvezetői, oldjátok föl a karmát, spanyolok, franciák, Európa, azért, amit csináltatok, az őseitek, és kiirtottátok az indiánokat, mert a karma, attól még karma, azért, mert a teremtőnek a játékában ez is benne volt, hogy le kell kapcsolni a lámpát, hogy megkapja az S-betűs alak a világot, az azt jelenti, hogy fel kell oldani. És most kérdés az, hogy megtették-e? Ugyanis, hogyha nem tették meg, akkor ugyanaz a sors vár rájuk,
amit ők elkövettek, és őseik elkövettek az indiánok ellen. Mert nem lehet máshogy, mert a karmának ki kell egyenlítődnie. És hogyha most megértik ezek az emberek, és most meghallják azt, amit itt elmondtam, minden a szívből, Krisztus országából, Mária országából, hogy a dharma kerekét, a karma kerekét India őrzi. India, indulj kelet felé, old föl a karmát, old föl a karmát. Kelet tudja segíteni. És akkor az egész világ úgy, ahogy van, meg tud maradni. És az összes ember meg tud maradni, és az összes háború leáll a földön. Csak az a baj, hogy ez a szöveg, amit itt elmondtam, ez isteni csoda kéne ahhoz, hogy eljusson a médiához, eljusson azokhoz a vezetőkhöz, a pápához, azokhoz a vezetőkhöz, akikhez kell, és azt mondják, hogy Úristen, szóval így működik ez a rendszer, és hiába itt ego módján itt harcolunk, és azt akarjuk, mert itt azt akarják, most gyorsan elmondom, az a háttérhatalomnak a terve, hogy egy teljes világrendet létrehoznak, és Putyin ezt akarta megakadályozni. Az volt a feladata, hogy ne jöhessen a NATO tovább. Mert hogyha a NATO ott van már, akkor onnantól megy tovább. És az egy olyan demarkációs vonal volt. Magyarországnak központi szerepe van abban, hogy milyen világ jön. Magyarországnak, és ezért fontos az, hogy azoknak az embereknek, akik az Európai Unióban azt tudják mondani, hogy nem, az oltásokat, azt, ahogy mondta Pócs Alfred testvérünk, mindenki dönthesse el, hogy mit akar. Ez van. Hogy ilyen emberek legyenek, és ezek legyenek, akik aláírják, vagy nem írják alá a dolgokat, ehhez küldjük az áldást és a szeretetet. És tudjuk, hogy Isten szeret minket. És hogyha te tudod, hogy Isten szeret téged, akkor bízd a jó Istenre. És tudd, hogy a Teremtő mindig küldött olyan vezetőket, olyan segítőket a magyarságnak, akik segítettek abban, hogy a magyarság megmaradjon, éljen. És most itt vagytok ti, biztos, hogy ez a 288 király és királynő is hallja, akik arra születtek, hogy a magyarság megmaradjon, és felemelkedjen, és azt a korszakot Indiával közösen megvalósítsa, és a világ összes többi népével. És a világ összes többi népével. És a Teremtő, a fénycsapat senkit nem fog bántani. Mert ők tudják, hogy az egész egy nagy játék volt. És ők hálásak arra, hogy olyan emberek lettek, mint amilyenek ti vagytok. Olyan lelkek születtek, akik olyan tudatosak, és már tudják, hogy minden értük van. És hogy a lélek, az visszatért az isteni állapotába. Hogy a bölcsöde, óvoda, iskola működött. És isteni lényeket tudott kifejleszteni. És ahhoz, hogy felmérést tudjanak tenni, hogy tudod te megmutatni a Teremtőnek, hogyha te lejössz emberi létformába, onnan fentről a magasabb szférából, te ugyanolyan szeretet tudsz maradni, mint amilyen ott vagy fent. Ha itt szeretet földje van, nem tudja a lélek megtapasztalni azokat, amiket megtapasztal, és nem tudod megmutatni a Teremtőnek, hogy te képes vagy rá. Viszont így meg tudtad mutatni, ahogy Krisztus megmutatta nekünk, és te ugyanerre képes vagy. És ez volt a játéknak a lényege. És ezt mindenki megérti, akkor egy csapásra vége van minden háborúnak, és minden viszálynak, és egy új korszak jön. És nekünk mindannyiunknak ez a feladatunk, hogy minél több ember tudjon jönni ebbe az új korszakba. Minél több ember ott legyen ebbe az új korszakba, és élvezhesse azt, amit teremtett. Ha a karmáját teremtette, akkor azt. Ha feloldotta a karmáját, akkor azt. De minél több ember, minél több lélek. És hogy az a korszak jöhessen el, ami bennünk van. Mindannyiunkban.
Úgy legyen, úgy van. Áldás a mindenségen, köszönjük. 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 Köszönjük.